A Balaton körül található 6 borvidék, 40 borászata csatlakozott a Visit Balaton 365 őszi kampányához, melynek célja, hogy a kiváló borok kedvelői ősszel is felfedezék a régió egyedülálló borkultúráját és gasztronómiai kínálatát. Október folyamán 4 hosszú hétvégén várják a vendégeket a szolgáltatók, vagyis ebben a hónapban minden héten csütörtöktől vasárnapig tart az akció. A célunk az az, hogy a Balatont ne csak nyáron, hanem ősszel, télen is, tavasszal is minél többen meglátogassák. Ezért is indítottuk a kampányunkat, aminek az a címe, hogy 1000 indok az őszi Balaton mellett. Azért éppen 1000, mert amikor elkezdtük összegyűjteni azoknak a szolgáltatóknak a listáját, szálláshelyekét, vendéglátóhelyekét, attrakciókét, akik ősszel és télen is nyitva tartanak, akkor olyan 700-800-nál jártunk, amikor már láttuk, hogy biztos meg lesz az 1000. Több is lett, közel 1500 szolgáltató várja a vendégeket ősszel, szeptember, október, november, december hónapok folyamán. Ezen belül a kiemelt témánk, kampánytémánk a bor, hiszen a Balaton nem csak egy nyári fürdőhely, hanem Magyarország egyik legnagyobb szőlőtermő területe, maga a borrégió 6 borvidéket ölel fel, és arra próbáljuk ráirányítani a belföldön utazni vágyók figyelmét, hogy érdemes eljönni a Balatonhoz, és a Balaton valamely borászatában bort kóstolni. Ennek egy nagyon egyszerű kommunikációs technikáját találtuk ki. Azt mondjuk, hogy megnyitjuk Magyarország legnagyobb borbárját, ami nem más, mint maga a Balaton. Ennek a kampánynak a keretében a balatonborbár.hu oldalon lehet megtalálni azt a 40 borászatot, akik csatlakoztak az akcióhoz. Rókusfalvi Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a Balaton környéki borászok összefogása példaértékű. A mostani kezdeményezés pedig jól illeszkedik a Magyar Bormarketing Szövetség jelenleg is futó kampányához, amely épp hazánk borvidékeinek turisztikai kincseire hívja fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a turisták, akik nevezük őket mondjuk másodlagos borturistáknak, mert még nem tudják, hogy a bor miatt is itt vannak, de bárhogy érkeznek, akár milyen formában kirándulnak, vagy ide jönnek, akkor itt találkoznak a borra, és erősíti. Tehát azt gondolom, hogy a turizmus, a bor kéz a kézben járnak. Nekünk ilyen szempontból az egyik legfontosabb rész, hogy Magyarország egy turizmus szempontjából is fantasztikus, különleges és sokszínű ország. A kampányító rendezvényen Pag Gábor, a Balatoni kör elnöke is jelen volt, aki üdvözölte a most induló Balaton Borbár nevű kampányt, hiszen a régió 4 évszakossá tétele kiemelt cél. A már 10 éve létező Balaton Bor márka is megmutatta, hogy csak összefogással lehet vendégszámot növelni a szezonon kívüli időszakban. A jelenlegi szolgáltatói lista folyamatosan bővül, az érdeklődők az említett honlapon találják meg a borászatok névsorát és kínálatát.